Ranctalanítás a konyhából? Igen. Sziasztok, drága hölgyeim! Bizony, mert az vagy, amit megeszel, sokszor elmondtam, a testem nem szemetes, és remélem ezzel ti is így vagytok. És van egy rossz hírem, meg talán egy jó is, hogy a bőrünk, ez itt, a lakmuszpapír, ami megmutatja, hogy milyen állapotban vagy ott bent. Szóval összeszedtem nektek az alapvető bőr öregítő élelmiszereket, és azt is, hogy mi az, amivel viszont fiatalosabbá eheted magad, vagyis a bőröd minőségét, az egészséged minőségét is tudod javítani. Szóval jöjjenek az én kis tippjeim és trükkjeim a konyhámból. Az első, mind ismeritek, és mégis mind iszunk belőle. Ez az alkohol. Szerintem ezt senkinek nem kell elmondanom. Ezt tudjuk, azonnal szürkébbé, szárazabbá teszi a bőrt, dehidratáltá. Igen, érdekes. Ital, vagyis folyadékot viszel be, és mégis elvonja a folyadékot a szervezetünkből. Szerintem ezt senkinek nem kell magyaráznom. Ezt mind ismeritek. De mit fogyasszunk helyette? Nos, minél kevesebbet. Könnyű. Először az utolsó italt ne idd már meg. Mert mindig az, ami túl sok, szerintem főként ezt fiatalkorunkból ismerjük. A következő, ha nem tartasz otthon, nincs mit meginni. Persze tudom, jönnek a vendégek, és lesz nagyon nehéz így megállni, viszont az, hogy esetleg iszol egy pici pohárbort, valami jó minőségű, nem tömény alkoholt, és hozzá rengeteg vizet, szerintem erről már beszéltünk, mert muszáj néha megtalálni az egyensúlyt, viszont, ha nincs otthon, ha étteremben meg tudod állni, vagy egy partin, hogy nem koktélt, hanem moktélt kérsz, szóval alkoholmentes verzióját egy-egy italnak, akkor már léptél egyet előre, és egy mondjuk egy jó gyömbérrel, vagy citromosan készített moktél, alkohol nélkül, ugyanúgy megadja ezt a kis hatást a szép kis pohárban, a kis napernyővel, és jót tettél a szervezetednek, de a feeling, az érzés megvan, hogy fogyasztottál valamit. De természetesen egy-egy pohár bor továbbra is azt gondolom, hogy belefér, de nem minden nap. Tehát azt gondolom, hogy ezzel mindenki tisztában van, ez rajtad múlik, hogy ezt mennyire tudod beépíteni a hétköznapjaidba. A következőt is mind ismerjük, a cukor. És itt nem csak a fehér cukorról beszélek, amit belekanalazol a kávédba, a tejádba, a süteményedbe, az ételedbe. Ugyanez a cukor megtalálható a péksüteményekben, rengeteg ételben. Nos, ugye különböző édesítők vannak, tudjátok, én az agávét szoktam használni cukor helyett, de bármi más is tökéletes, már ha egy lépéssel előrelépsz és kevesebb cukrot használsz, barna cukrot használsz, az egy szép átvezetés. Legyen az méz, legyen az stevia, rengeteg olyan cukorpótló édesítő van, ami jót tesz a szervezetednek, de az aszpartamánt, a különböző olyan édesítőszereket, a kis bogyókat kerüljétek el, mert főként középkorban, de már fiatalon is a hormonháztartásunkat is megbolondítják ezek az édesítőszerek, ugye az összes mellékhatásáról nem is beszélve, tehát próbáljunk meg édes ízt úgy elérni, hogy minél kevesebbet használunk ezekből. Például ott van a mazsola. Persze, az is cukor, de gyümölccukor, tehát mégiscsak egy kevésbé rossz formája a cukornak, úgyhogy kezdjétek el előszedni azokat a gyümölcsöket, azokat az ízeket, amivel ízesíteni, édesíteni tudtok. Mondom, én az agavéra esküszöm, erről is mondanak sok jót, sok rosszat, de hogyha ezt elkezded keverni egy kis nyílfa cukorral, egy kis kókuszcukorral, egy kis eritrittel, tehát hogyha nem mindig ugyanazt viszed be a szervezetedbe, a cukor helyett, azzal is már egy fantasztikus lépést tettél. Ez az első kettő szerintem mindenkinek ismert volt, az összes rossz hatását tudjuk, de nehezen tudjuk elkerülni, de próbáljuk meg. A következő, ezt is tudjuk, ezt is nehéz betartani, ugye legyen még mindig az üdítők vonala, a szénsavas üdítő italok, ezt is tudjátok. Viszont ugyanúgy a gyümölcslevek is nagyon sokszor rengeteg hozzáadott cukrot tartalmaznak, úgyhogy erről is beszéltünk már, kezdjük el lecserélni egészségesebb italokra. Tudjátok, az én állandó citromos gyömbéres vizem, és a reggeli, ha már
itt tartunk, a reggeli langyos vizem, van, aki melegre esküszik, én jobb szeretem, hogyha csak langyos az a víz, az ugyanúgy segíti a bőrünket, egy picit nem az öregedést gátolja, tehát nem arra kell ilyenkor gondolni, hogy jaj, akkor nem leszek öreg, csak a jeleket. Tehát, hogyha megmutatom az arcbőrömet, szerintem azért látszik, hogy a táplálkozás milyen sokat segít, és mennyit javít az ember bőrén. Ezért próbálom ezt mindig mantrázni nektek, hogy az vagy, amit megeszel, ez látszik kívül, és sok gondot okozhat belül. Tehát ha az üdítő italokra visszatérünk, ugyanúgy a cukor, az alkohol, nem csak a vérnyomásunk, nem csak a szívünk miatt kell, nem csak az egészségünk miatt kell erre figyelni, bár ez legyen az első cél, de abban a percben a bőrödnek is jót teszel. Szóval az üdítő italok, és még a gyümölcslevek helyett is, ha csak nem magadnak facsarod azt a narancslét, vagy azt az almalevet, vagy tényleg 100%-os, nem sűrítményből készült dolgot veszel, akkor ott a finom teja. Sokat beszéltünk erről a teják különböző hatásáról. Tudjátok, hogy én mindig, hol van a kis gyömbérem, gyömbérrel, és mondjuk rozmaringgal iszom a zöld tejámat, amiből megcsinálsz egy adagot, egy nagy kannába, egész napra jó, nem kell beletenni semmi édesítőszert, beledobhatsz pár szem, akár fagyasztott gyümölcsöt, és abban a percben nem drágán, de tettél bele C-vitamint, antioxidást, mondjuk egy málna, vagy fekete ribizli, vagy bármilyen olyan bogyós gyümölcs, fagyasztott bogyós gyümölcsből beletettél egy kanállal, és már is megvan a tökéletes üdítőitalod. Ugyanúgy én szeretem a gránátalmát, azt is szoktam belenyomni. Tudom, hogy ezek picit drága dolgok, főként otthon, de az egészségünk érdekében muszáj áldozni. Minél olcsóbb egy élelmiszer, sokszor annál károsabb tud lenni, mert annál több benne az E, a transzsír, és minden, amit nem szeretnél igazán bevinni a szervezetedbe. Én itt például még kókuszvizet szoktam inni, pláne hogyha az EU-sz hoz nekem kókuszt a kertből, azt is azonnal használni szoktam, meg szoktam inni. De a víz, higgyétek el, hogy nem hiába az egyik legjobb ital. Viszont kerüljétek itt is a műanyag vizeket. Ha lehet, akkor használjátok otthon, idehozom, mert nem biztos, hogy látszik. Egy olyan kis filteres készüléket, ami átszűri a vizedet, és ezzel rögtön egyszerűbb kiküszöbölted azt, hogy a rengeteg műanyag palackot termelt, hogy a műanyag palackos vizet idd, amiben benne vannak a mikroműanyagok. Hogy ebből jön-e ki? Hát nagyon remélem, hogy nem, de ugyanebből van üvegben létrehozott verzió, úgyhogy az is tökéletes. De menjünk tovább, mert ezeket szerintem mind tudtátok, de jönnek a következő mósok, az olajok, a zsírok. A hidrogénezett olaj, és itt nem csak a margarinról van szó, mert azt gondoljuk, hogy az a mumus, rengeteg dologban benne van. Benne van például a csokoládéban, benne van rengeteg élelmiszerben, és ha rosszul használjuk otthon az olajat, akkor mi magunk is ugyanúgy rossz minőségűvé tudjuk tenni azt az olajat, amit használunk. Tehát abban a percben, ahogy elkezd füstölni az olaj, hogyha elkezd buborékokat termelni, már te magad is mérgező kártékony anyagokat termelsz, tudtodon kívül sokszor az ételedben, az ételed mellé. És itt is rengeteg variáció van. Van, aki szereti a kókuszsírt, a kókuszolajat használni, érdemes ezzel kísérletezni. Én nagyon kedvelem az avokádóolajat például, a tökmagolajat, de rengeteg variáció van, ugyanúgy az olíva is, ugye, mint az egyik legegyszerűbb, könnyen beszerezhető dolog, tökéletes, hogy kiváltsuk ezt a mumust. Ugyanis nem győzöm hangsúlyozni, és szerintem, ha utána olvastok, ti is tudni fogjátok, hogy nem csak a bőrödet teszed tönkre, hanem elősegíted a daganatokat, a rákos megbetegedéseket. Már találtak összefüggést a mikorunkban a hidrogénezett olajok, zsírok között, a telített transzsírok között, például a merrákkal. Tehát tényleg nem mindegy, hogy mit eszünk. És most a bőrünkről beszélünk, mert nők vagyunk, szeretünk szépek lenni, de a bőrünk, az a lakmuszpapírja a szervezetednek, az megmutatja, hogyha bent valami baj van. Ha sötét karikák vannak, arra is figyelj oda, mert jelez a szervezeted, a pattanások. Ugyanúgy az étkezéstől,
Én például, hogyha olyan helyen eszem, hogy rossz minőségű olajat használtak például a sütéshez, kipattogzom azonnal. És jelzi a szervezet, hogy ezt nem kellett volna, de ugye nem könnyű elkerülni. Viszont ezért nem megyek nagyon gyors étterembe, mert tudom, hogy ott azt a zsírt, azt az olajat többször felhasználták, nagy valószínűséggel a legolcsóbbat használják. Szóval, amit magamnak készítek, az a legegyszerűbb, mert abból tudom a legjobban, hogy mit vittem be a szervezetembe. Olajok megvoltak, tudjuk helyettesíteni. Itt kommentben ne felejtsetek el ti is egymásnak tanácsokat adni, mert tudom, hogy nehéz az életmódváltás, de így évelején mindig mindenki megfogadja, hogy valamit változtat, és akkor legyen ez az egyetlen dolog, amit be is tartunk, hogy szépen lépésről lépésre haladunk abba az irányba, hogy egészségesebbé tegyük az életünket, a szervezetünkbe bevitt élelmiszereket, és az orvost is ritkában kell látnunk, a bőrünknek is jót tesz, és jobban is fogjuk érezni magunkat. Nem leszünk fiatalabbak, de a bőrünk nem fog korán öregedni, nem lesznek korai öregedési problémái a ráncokkal, amikor belenézel a tükörbe önmagadnak. A következő, ami mindig gondot okoz, és rutinból csináljuk, a só. Túl sok nátriumot viszünk be a szervezetünkbe, mert belegorsz egy adag sót. Mostanában sokszor már én is úgy érzem, hogy valamiben nincs elég só. Beleteszed a vegetát, amiben szintén van só, bepácolod a húst, ami szintén tele van sóval, és észre sem veszed, hogy önmagadnak és a családodnak is sokkal több sót juttasz a szervezetibe, mint kellene. Én már többször elmondtam, amikor főzünk, akkor is sótlanul főzök, vagyis minél kevesebb sót adok az ételekhez. De hogyan tudjuk kijátszani, hogy a sós ízre való vágyunkat kielégítsük? Most megvannak a trükkjeim erre. Egyrészt mondom, nem sózok, mert mi az első, amikor leül mindenki, jó étvágyat, sózza az ételt, hanem például több borsot használok, több fűszert használok, gyömbért használok a főzéshez, picit csípősebb ízeket, mint például a gyömbér is, jóval több fűszert adok a különböző ételekhez, friss bazsalikom, friss rozmaring. Ez azonnal ad egy fűszeres ízt, és nem a só ízt fogod érezni, de azt érzed, hogy rendben van az étel, de ugyanúgy ismertek, kapribogyót is nagyon sokat használok, ő is megadja azt a sós ízt az ételnek, de a legegyszerűbb, ami biztosan van otthon, hagyma, fokhagyma, hölgyeim, hát azzal is adsz egy fokhagymás, de sós ízt az ételednek, egészséges, és szerintem az egyik legklasszabb dolog, amivel minden ételt föl lehet dobni. Tehát a sót is próbáljuk megcsökkenteni, mert megint ugyanúgy a szívünknek, az érrendszerünknek és a bőrünknek is árt a túl sok bevitt só, és ne a só ízére vágyjunk, arra vágyjunk, hogy egy ételnek a jó ízét érezzük. A csipet só még oké, de amikor már a negyedik csipet meg a harmadik kanál jön, akkor azért már jobb, hogyha elkezdesz rácsapni a kis kezedre főzésnél is és étkezésnél is. Nagyon egyszerű dolog, ha nem teszed az asztalra a sót, elteszed valahova a szekrénybe, egy idő után sem a férjed, sem a gyereket nem kezdi el keresni. Morog egy kicsit, de megeszi úgy, ahogy van. Úgyhogy vannak ezek a pici trükkök, amit szintén be lehet dobni. Étteremben ugye sokszor azért nem teszik ki a sót, mert hogy úgy kell fogyasztani az ételt, ahogy a szakács megalkotta. Ezt otthon is vezessétek be, és magatoknak, bőrötöknek, a szervezeteteknek és a családotoknak is jót fogtok ezzel tenni. De ha már a főzésnél tartottunk, és a sózásnál, ugye újabb dolgot kipipáltunk. Nos, a legnagyobb gondot szerintem általában a rohanás miatt követjük el. Ugyanis a következő, amit szerintem szintén mind tudtok, hogy a különböző előre kész élelmiszereket, és ide sorolom én a különböző felvágottakat, szalámikat, ugyanúgy nehezen tudjuk elengedni, ugye? Pedig ezek aztán tele vannak sokszor mindennel. Nem csak a transzsírral, a hidrogénozott olajjal, a sok sóval, a különböző állományjavítókkal és egyéb segédanyagokkal. Szóval erről meg kell próbálni lemondani.
Én nem azt mondom, hogy mindenről és minden áldott nap tagad meg magadtól, de kezd el szépen kivezetni ezt is az étrendedből, mert észre fogod venni, hogy a teljes tested megváltozik. A mai kutatások szerint a bélrendszerünk felel sokszor még a hangulatunkért is. Tehát már nem csak a bőrünkről beszélünk, a hangulatunkról, ami ugyanúgy tükröződik az arcunkon, a kisugárzásunkon. Tehát ezért gondolom azt, hogy picit többet kell erről beszélnünk, és többet kell vele foglalkoznunk tudatosan. Mert nem csak a bőrünk, hanem az egész életünk, az egészségünk is múlik tényleg azon, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. És ugye, ha már a felvágottokról beszéltünk, a következő, bedobom a zsírbe, az olajba, még akkor is, hogyha ez jó minőség olaj, a sült krumplit, aztán jó lesz az, a fehér rizst. Ezeket is el kell kezdeni szépen kicserélni. A rizst először cserélt ki barna rizsre. Ha valakit érdekel, nyugodtan nézzen utána, hogy a kínaiaknál mit okozott annak idején, hogy a gazdagok csak fehér rizst tettek, mennyi betegséget okozott. Nincs szükségünk arra a töménytelen mennyiségű fehér rizsre és a keményítőre. Múltkor valaki azt mondta, hogy túl gyenge a mártásom, és tegyek bele keményítőt. Nem teszek. Inkább legyen híg a mártásom, legyen híg a főzelékem, amit egyébként saját magával szoktam besűríteni, és sokszor a szószaimat is, vagy egy kis burgonyával, de nem keményítővel főtt burgonyával, mert a keményítő is egy hízlaló, nagy mennyiségben káros anyag, úgyhogy inkább engedjük el. Nem baj, hogyha az a szósz, az a mártás nem annyira sűrű, nem olyan bársonyos, mint az étterembe, de inkább ne használjunk olyat, ami hízlal. Szerintem, ha kimondom ezt a múst, hogy hízlal, akkor azonnal el fogjátok engedni. Rájöttem, mindenre azt kell mondanom, hogy hízlal, és akkor sokkal inkább oda fogtok rá figyelni, és el fogjátok engedni. Szóval minden, amit mondtam, és rossz, az hízlal, hogyha cseréljétek le egészségesebbre. Sokszor megkapom azt, hogy ha már a köreteknél tartunk, hogy feltöltöttem az arcom. Na most mindjárt megmutatom nektek, mivel szoktam feltölteni az arcom. Nem botottam ki, kicsit zörgök vele. Ez itt például színes sárgarépa. Ez itt retek, sárga. Imádom a színeket, tehát nyugodtan jó, a teljesen normális is. De én ezekkel az ételekkel töltöm fel az arcomat. Tudjátok miért? Mert hogy ez itt a rágásnak köszönhető. Tehát ez most nem az élelmiszerhez tartozik, de ugyanúgy a bőrünk minőségéhez. A nyers sárgarépa, a nyers magok, nasi helyett is tökéletes, ezért már egyszer valaki majdnem megkövezett, hogy a brokkoli szár az nem nasi, de igen, hozzáállás kérdése, hogy minek eszed, hiszen a nasit, a chipset, azokat a kis csokikákat pocselekvésként eszed, mert ideges vagy, és mondjuk nem dohányzol, és kell valamivel gyorsan megnyugtatod magad, lekötöd magad. Ilyenkor, hölgyeim, kapj elő egy répát, ennek az urak most biztos örülnek és jót szórakoznak vele, vagy a magokat, vagy bármilyen zöldséget, gyümölcsöt, igen, egy zellerszárat, egy brokkoli szárat is el lehet rágicsálni, ettél valamit, de jó dolgot vittél be a szervezetedbe. Szóval a köreteknél én azt tudom javasolni, hogy már beszéltem erről, fogunk főzni is, kezdj el beiktatni minél több nyers zöldséget, gyümölcsöt. Igen, a salátába is bele lehet dobálni almadarabokat, körtét, és akkor kicsit földobtad magokat, nem sózottad, mindig natur legyen az a mag, mert akkor megint sót vittél be a szervezetedbe, és amikor elrágcsálok 10-15 szem mandulát, itt ez az izom épül. Amikor megeszek egy sárgarépát, nyersen, nem is kellett vele dolgozni, csak megpucoltam köretként, vagy csak a köret egyharmadaként, ugye erről is beszéltünk már, hogy nem kell az egészet lecserélni, de csak minimális legyen az, amiről tudod, hogy tiltott, hogy nem kéne, de jól esik bűnözni, mint mondjuk a sült burgonya, de azt is inkább csináljátok airfryerbe, vagy nagyon kevés olajjal, és legyen mellette ott a nyers zöldség, és ilyenkor gondolj arra, hogy épp izmot építesz, és finom, és jól esik. És amiből még keveset fogyasztunk, és tudjátok, hogy imádom, a különböző babok, lencsék,
borsók, a hüvelyesek, amikkel szintén könnyű dolgozni. Tudjátok, az egyik kedvencem a fekete lencse, most is itt van. Ugyanúgy itt van a kinoa. Ezeket építsétek be köret helyett, sült krumpli helyett, fehér rizs helyett, és sokkal egészségesebben és változatosabban fogtok tudni étkezni. Fekete lencse, már megmutattam a receptjét, ami megmarad, tökéletes másnap a tojásrántottához, vagy rászólni a salátára, és azonnal sokkal egészségesebb lesz az az étel, amit eszel. Akkor lássuk, hogy mi az, ami jó dolgot együnk a rossz dolgok helyett, a bőrünk, a testünk, az egészségünk érdekében, hogy ne öregedjen úgy a bőrünk, és mi is egészségesebbek legyünk. A nasi, megjött az árpítő velem szembe, tehát ebben a percben mi az első, ami eszembe jut, a csoki. Tehát nincs csokizás, polgárárpinak sem. Tudom, mindig véditek, de a tejcsokoládé, a nem jó minőségű csokoládéban rengeteg mellékanyag van, tej, sokszor ugyanúgy transzsír, vagyis hidrogénezett olaj, tehát cseréljük le, vagy néhány falat nagyon jó minőségű keserű csokoládét együnk, vagy, mint mondtam, itt vannak a magocskák, a különböző gyümölcsök, a szárított gyümölcs, nem az a szalt, mert az tele van cukorral, egy kis gyümölcs, valami apróság, például, ugye én sokat használok tápiókát, az kókusztejbe áztatva tökéletes némi gyümölccsel, ott vannak a fagyasztott gyümölcsök, mondjuk, esetleg egy kis csiával, tudjátok, azt is kis mennyiségben, nagyon fantasztikus fogyasztani, szóval inkább egészségesebb dolgot vigyünk be a nasi helyett. Olaj, erről is beszéltünk, használjunk jobb minőségű olajokat, és figyeljünk oda, hogy mi se hevítsük túl. Cukor, megbeszéltük, olyasmit válasszunk, ami édesít, de nem egészségtelen, tehát kerüljük az összes bogyót és mindent, ami műcukor, hogy finoman fogalmazok ezekkel kapcsolatban. Köreteknél beszéltünk arról, hogy mire cseréljük le, próbáljátok meg szépen egyenként beépíteni, üdítők helyette teja, zöld fűszerekkel, például a gyömbéres rozmaringos zöldte, a fantasztikusan finom, jót tesz. Gyömbért minél többet használjátok, nem csak a vitamin tartalma miatt, hanem azért is, mert ízesít mindent, bérrendszerünknek is jót tesz. És ugye a magokról is beszéltünk, nem csak nasinak, bármikor köretként, ugyanúgy oda lehet tenni, rá lehet szórni, és ezek mind olyan egészséges variánsai a rossz, bőröregítő, egészségtelen élelmiszereknek, amivel tettetek valamit az egészségetekért, a szép bőrötökért, és mondtam, rágni nyerzöldségeket, minél többet, és azzal felépíted ezt a kis mókuspofit, amit egyébként szerintem az amerikaiak a rágógumival építenek, de mi tegyük ezt inkább meg zöldséggel és gyümölcsel. És akkor még a néhány mumus. A péksütemény helyett, ha nem bírod kihagyni, egyrészt mértékkel, másrészt próbáld meg teljes kiörlésűre lecserélni azokat a bűnös élvezeteket. Ugyanúgy a sónál megbeszéltük, hogy pótoljuk a különböző természetes anyagokkal. Például a felvágottak helyett, hogyha lesütöttél egy szép csirke mellett, akkor nagyon vékony szeleteket vágsz belőle. Hogyha ezt egy fűszerkéregben sütötted, megcsináltad magadnak a saját felvágottadat. És nem olyat eszel, amiről nem tudod, hogy mi van benne. A tejtermékeket cseréljük le, ha lehet, növényre. Tudom, hogy nagyon nehéz. Én például a vajat nem tudom elengedni. Sajtból is igyekszem kevesebbet tenni, de szintén nem tudom teljesen elengedni, de figyelek arra, hogy minőségi és ne sózott vajat vegyek, nem margarint, vajat, bár szerintem a margarinnal már mindenki tudja, hogy vigyázni kell, mert több a rossz benne, mint a jó, több az ipari kőolaj származék, mint sokszor a levegőben. Szóval, hölgyeim, hogyha valamit kihagytam, akkor hajrá, tegyétek meg. Azt gondolom, hogy a legjobb, hogyha elkezdünk visszatérni a természetes dolgokhoz, minél inkább, minél több zöldséget, gyümölcsöt enni,
kevesebb húst, zsírt, ezt, szerintem úgyis tudjátok magatoktól. Ha valamit kihagytam, tegyétek meg, hogy megírjátok itt kommentben. Hamarosan elkészülök azzal, hogy mit fogunk együtt főzni, de ha valamire kíváncsiak vagytok, akkor azt is tegyétek meg, hogy itt megírjátok nekem. És még egy nagyon fontos dolog, egy óra múlva már a Polgárneten leszünk, úgyhogy ne felejtsetek el oda is átmenni. Innen Floridából jelentkezünk, például már egy nagy bevásárlással, meg az első problémáink halmazával, de ígérem, érdemes lesz nézni, amikor az RP elmegy egyedül vásárolni, szerintem a saját férjeteket fogjátok viszont látni, ahogy nem találja azt, ami vele szemben van. Ugye? Megvan. Mint amikor kinyitja a férjed a hűtőt, és nem találja a tejet, holott ott van előtte. Puszi, ölelés, találkozunk a jövő héten is.